kamu 21. századi szenvedős magyar szarokat beraktak. Minden közel kocsi, Mercedes, na, Bentley. Menőkocsim van, menőcsajom valakkor. Tudom bulizni folyamat. Amikor felveszi az elején a videóba, nem tudom melyik rosszabb a szám vagy a videó, amikor az elején felveszi a pólót, a BSV, és izé, Emporio Armani ekkorába. 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off. Jó, hát így jobb, nem? Picit. Egy árnyalattal jobb. Egy árnyalattal jobb, ja. A fél arcom. Nagyon van már. Nagy szeretettel köszöntjük a nézőinket a Neked Elmondom Podcast legeslegújabb epizódjában, ahol jelentkezik Nagy Levente és kedves barátja, ahogy ti azt már tudjátok, Golomán György. Jó magam! Köszöntök én is mindenkit ezen a forró nyári napon. Itt vagyunk a 24. adásban, és szeretnénk gratulálni a Falkónak és együtt Golomán Györgynek, hogy döntőbe jutott egy utolsó másodperces kosárral a Falkó. És hát ott még nem tudják, hogy ki, de valószínűleg én azt mondom, hogy a Kecskemét, tehát az ellenfél. Hát köszönöm szépen. Nagyon nagy küzdelem volt. Az Alba nagyon jó ellenfél volt. Szerencsére, ahogy az előző forduló se, ez sem kellett, hogy 5 meccsig elhúzódjon, és le tudtuk zárni 4 alatt, viszont nagyon nagy küzdés volt, ahogy azt aki nézte, láthatta is. Aki nem nézte, az meg magára vessen. Egy érdekesség lettem figyelmes, hogy a Szeged ellen is hosszabbítás után fejeztétek be, illetve a Fehérváron is hosszabbításba fejeztetett be. Ezt szeretitek így befejezni, vagy ez így? Hát itt már, annyira a szezon végén vagyunk szerintem, hogy itt már tényleg csak és annyira ismeri már mindenki egymást, ugye 3 meccset lejátszottunk, és itt már igazából csak arról szól, hogy ki tud még valamennyire friss maradni, kinek van végén több energiája, úgyhogy ezért itt ez a meccsek mindegyik, ahogy megnézed a másik oldalon, és minden meccs viszonylag szoros végjátékban végződik, úgyhogy benne van ebbe, hogyha valaki sport fogadni akar, ezekben mindig benne van a hosszabbítás. Oh. Hups! Azt akarom még kérdezni, hogy a Kecskemét egyébként szerinted, hogy ilyen jó idén? Ez várható volt? Mert azért... Nem, hát... Azért ez nem nézett ki. Meglepetés csapat mindenképpen. Viszont hát ők egy szisztémában, egy nagyon fegyelmezett szisztémában játszanak, egy kellemetlen játékot, ami lassítja, öli a játékot, ami például a Körmennek nagyon nem fekszik. Uh-huh. Valamint van egy hazai pályok, amit nagyon jól használnak, és ami szintén kellemetlen, és ezt nagyon rutinosan jól kijátszák. És igen, nekünk is emlékszem, amikor ott játszottunk, hát kellemetlen volt ellenünk játszani. Hát akkor mindkét ellenfél azért, mert Körmend is otthon azért... Az is kellemetlen. Erős. Igen, kíváncsi leszek egyébként, hogy ki fog bejutni, hogy a Körmenden lesz az 5. meccs. Hát Körmenden nehéz nyerni akárkinek, úgyhogy... Én valahogy azt érzem, hogy meglepetés lesz az egyik ágon. Most itt ellenetek nem volt meglepetés, de ebben a Kecskemétben valahogy idén benne van egy nagy győzelem. Egy döntő! Aha! Hát kíváncsian várjuk. Amire ez a rész kijön, akkor addigra biztos, hogy meg is lesz, hogy kijutott be, úgyhogy szerdán. Te akkor azt mondod, hogy Körmend? Jövő szerdán lesz a meccs. Szerdán már kezdünk a... Hát akkor addigra kijön ez a rész, Gyurikám. Hát szombat van. Csak hogy azt mondom, mire kijön, addigra már meg lesz, hogy ki nyert holnap. Mert ugye holnap lesz. Ja, ez a meccs holnap lesz. Ja, azt hiszem, hogy szerdán lesz a meccs. A döntő első. Hár vasárnap lesz a meccs. Holnap lesz, igen. Ugye már szombat nem pihennek ők se. Ezért volt az előző. Jó, ezeket gyorsan, viszonylag gyorsan lezárni. Így. Mert ez ilyenkor nagy előnyt tud adni egy csapatnak, hogy frissek. Viszont ugyanakkor a másik oldal ennek meg az, hogy ők pedig jobban ritmusban vannak, úgyhogy... Jó, hát nektek kell ez a pár nap pihenés, összekapjátok, aztán valószínűleg simán nyertek. Utána igen, neked... 3-0 bármelyik ellen.
Nekem úgy különösen is jó jön ez a kis pihi, mert neked ugye mondtam, hogy kis betegséggel küzdök. Hát igen, én tudok róla. Akkor elmondod a nézőinknek is ezt? Egy alattomos kis betegség kapott el engem így az elmúlt héten, amit én nem is ismertem. És az a neve magyarul, hogy övsömör. Övsömör. Most már egy ennyi látszik belőle, körülbelül. De igen, ez most már szám. Ez egy olyan vírus, ami egy legyengült, vagy fáradt, vagy stresszes embert támad meg, és ilyen kiütésekben jelentkezik, valamint az idegeket is megtámadja, ami nekem úgy jelentkezett először, hogy így a karom, mint végig, meg így a hátam, mint hogyha leforrázták volna a vízet, nagyon érzékeny volt, és olyan fura érzés volt a bőröm, mint tapintásra. Meg utána elkezdett fájni, húzódni így a hátam, mint hogyha bele ne csípődve valami. De gondoltam, hát bazd meg, két naponta meccsen van, úgyhogy hát meghúzódhatott. Tehát van, ilyen fájdalmak szoktak lenni szezon közben. Csak ez a bőr, ez fura volt, de gondoltam, lehet becsípődött valami ideg. Aztán akkor megjelentek ezek a kiütések, és hát akkor egy a gyúrópont, hogy hát lehet, hogy itt ez összefüggésben van, és akkor egy bőrgyógyász mondta, hogy hát igen, ez sajnos ez a vírus. És akkor utána volt egy pár nap, ami nem volt valami kellemes. Az alvás, az élet igazából. Arról meg ne is beszéljünk, hogy játszani milyen ezzel a betegséggel. De ez egy kamu betegség, nem? Igen. Ez full kamu. Ezzel játszani kell, ez semmi. Ja, persze. Nem bénulhat le a fejed tőle, mint Justin Biebernek. Ok nélkül váratlanul a meccs közepén. Egyébként komolyan, amikor pont néztem az Instát, és akkor töltött, láttad a videót, amit feltöltött? Megnéztem. Igen. Feltöltött egy videót, és akkor elkezdett így kacsi, vagy így pislog, de furán. És akkor te is azt érezted magadon? Nem, csak nyilván kiderült, hogy le van bénulva az arca, emiatt a vírus miatt, ami nyilván, ahogy látjuk, hogyha itt jön ki, tehát a fejet, vagy a fület, vagy a szemet támadja, akkor ilyeneket is eredményezhet, hogy lebénul a fél arcod. Aztán ugye utána néztem, mert utána nézek, hogy mi is ez, és akkor láttam, hogy igazából ugyanaz a vírus, hogy legyengült szerv, bárányhimlő után benned marad, stb. Azt mondom, meg azért az jó lett volna, kíváncsi vagyok, hogy úgyis játszottam volna, hogyha... Bedobja a büntetőt így is. Na mindegy, most már egy kicsit javult egyébként, de most ez a ma meg holnap szerintem nagyon kelleni fog ahhoz, hogy kicsit összeszedjem. Hát ja, itt sajnos a Justin Bieber nem jön valószínűleg a szigetre. Ami jó lett volna, végre eljön Magyarországra. Még soha nem volt itt? Én úgy tudom, hogy nem. Milyen szomorúak lehetnek a tini lányok most? Én úgy csipem a Biebert, nincs vele bajom annyira. Csipi a gyerek! Csipem. Popstar meg minden, de azért nem rossz szerintem. A kulturális hatása így a zenében nem rossz a gyereknek. Hát döcögősen indult azért a Baby című számmal. Nem is azzal volt még előtte egy nem. One Time, vagy mi volt? Hát ezek, ja, most melyik volt az első, azt nem tudom. Akkor igazán Timi, és akkor Tini, és akkor emlékszem az volt, hogy ilyen full gyerekes hangja volt, és azt mondta, hogy hát, amikor ez elkezd mutálni, akkor vége a karrierjének. Aztán hát csak nem lett vége. Tudod, kinek lett vége ellenben a karrierjének? A magyar Justin Biebernek, aki nem volt más, mint SP. Nem tudom, emlékszel rá? Emlékszem, igen. Hova tűntett az a csávó? Én tudom, hova tűnt. Fotó. Mi az? Fotóművész. Tényleg, valami rémlik. Ja, de hát ja, eltűnt így a közmédiából teljesen. Pedig azért benne volt egy komoly magyarországi karrier. Mint például a BSV-be? Ők már élik ezt. Nem az, hogy benne lett volna, ők már bennük van. Bennük van. Amit viszont sajnos a tankcsapda elveszített a szemünkben, az a BSV-be újra benne én van. Én nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy elvesztették-e, de hát ez valami botrány volt. Az az érdekes, hogy néztem YouTube-on a kommenteket, és nagyon sokan azt mondták, hogy ez egy jó szám. Nem, nem az, azon azt gondoltam, hogy végigmegyek ott, szidják őket, hogy
mit gondoltok magatokról, ezek nem ti vagytok. De mondjuk 10-ből 7 komment az azt mondta, hogy ez egy jó összeállás, ez egy jó, jól kitalált dolog. És ugye látszik, hogy nem. Ez a szám, ez nem jó. Ugye hát akkor magyarázok el, a tankcsapda sok év után visszatért egy számmal, ahol összeálltak ezzel a BSV nevű fiúbanda, boyband el egy számra, aminek az a neve, hogy Bazd meg. Tehát erről beszélünk, aki nem hallotta, hallgassa meg. Szerintem azért van ez, amit te látta, ez a fenomenális felkapottsága ennek a számnak. Hú, ez durva lesz, amit mondani fogsz. Sejtem, hogy mit fogsz mondani. Tehát azért vannak ezek a kommentek, mert tetszik az embereknek, mert a mai világban ez kell a népnek. Fú, ezt még finoman mondtad. Azt hiszem, ezt fogod mondani, hogy ez a szám megütötte a magyar színvonal elvárásait. Nem, a mai világban ez kell, és ezt a BSV ezt érzi, és ezt tudja. Tehát szerintem a BSV ezzel tisztában van, ezért is gondolom azt, hogy a BSV ezt a számot kiadta volna, ez nekik egy normál szám, ők ezt csinálják, TikTokra ilyen klikvadász számokat csinálnak, hogy mindenki bazd megolhasson, meg a tinik táncolhassanak rá a jelóba. Beleraktak egy pár burn energiát a reklámot, meg kamu bentliket, aztán... Na mindegy. Viszont nekem az, hogy a tankcsapda, az miért van erre rászorulva, hogy ehhez a nevét adja? Ezt nem értem. Egyébként a Retro Rádión volt a tankcsapda nemrég egy ilyen interjúban, amit pont elkaptam, amikor mentem kocsival, és ők ott mondták, hogy ők szeretnének felzárkózni a világ dolgaihoz, most már van valamilyen social médiával kapcsolatos emberük, aki azzal foglalkozik, és én azt gondolom, hogy ők, nekik ez kifejezetten céljuk volt, hogy így megszólítsák ezt a réteget is, ezt a fiatal, bulis, mit tudom én milyen társadalmat, csak hogy ők nem erről híresek. Tehát nem ő, ez a stíl, ezek nem ők. Ez nem az, amit ők képviseltek eddig. Oké, hogy bazd megolnak benne, és ugyanúgy mutatják, hogy ők kemény csávók, meg minden. Fú, de az is milyen közhelyesen. Nagyon. És nekem az volt végig az érzésem, hogy ez, ha egy kabaré lenne, még annak is megfelelne. Tehát, hogy minden olyan klisé dolgot beletettek, hogy jó, végén részegen felébb, vagy ott fekszenek, mint a másnaposokban. Tudom én, mennek a csajokat, felszedik az úton, ott szerelik a kocsit, tudom én, minden ilyen dolgot, buliznak utána, megcsalja, mit tudom én. Fú, nagyon, nagyon. Minden ilyen kamu 21. századi szenvedős magyar szarokat beleraktak. Minden közhely kocsi, Mercedes, Bentley. Menőkocsim van, menőcsajom valakkor. Tudok bulizni folyamatosan. Amikor felveszi az elején a videóba, nem tudom melyik rosszabb a szám vagy a videó, amikor az elején felveszi a pólót a BSV, és Emporio Armani ekkorába. Törökországban 5 euró. Nagy király! Bérelik hozzá a menő kocsit. Egy persze. Órára. Persze, mert a végén ugye oda kell tenni a reklámot, hogy melyik kocsibérlőtől bérelték a kocsit, és ott az is ott volt. Fű. És ugye ez a szám le sem fog menni a rádiókba. Tehát ugye ezt sehol nem fogják leadni. Ennek ennyi volt a célja, hogy ők kiteszik ezt YouTube-ra, és ott tele van a reklám, és abból jön a pénz, és nézik az emberek, és gondolom van valami szerződés, hogy megnézik X ember, persze. Akkor kapnak ennyi ezért a márkáktól. És amit látjuk, ez tetszik, tehát rajtunk kívül van olyan réteg, akinek ez tetszik, és azt ők megcélozták, és ezzel tök jól csinálták ebből a szempontból. Csak bazd meg, tankcsapda, a gyerekkorom. az elején meg még a Balázsék konferálják fel őket. Ja. Tehát az is egy ilyen fura dolog, hogy megkértek egy rádiós, hogy konferálja fel, hogy ott megy a rádióba a szám, hogy ez fog jönni, és soha nem fogják leadni a rádióba ezt. Igen. Na mindegy. Eleget szittuk a tankcsapdát. Viszont remélem, hogy most ezt meghallják,
a tankcsapda, hogy ez erre, és hallgatnak rá. Erre nincs szüksége senkinek. És szépen visszaállok. Most újra betörték magukat ezzel a kamuval a köztudatban, és most egy-két jó számot csinálhatnának. Rég hallottam egy jó magyar rock számot. Hát, szerintem valamiért úgy vannak vele, hogy az már nem érdekli az embereket, pedig ez nem igaz. Mert akkor megcsinálnának, hát akkor dolgoznának azon, ha már csináltak régen, akkor tuti tudnának valami jót összerakni. Hát botrányokkal azért tele volt a popvilág. Az elmúlt időszak. Igen. Volt egy jó Mire kis... gondolsz, Shakirára? Volt egy jó kis Shakira, Piqué megcsalás sorozat, aminek az lett a vége, hogy ha a hírek igazak, akkor ők szétmentek. De jó lenne most egy valamilyen effektet begyomjuk, és akkor... Waka waka! Ez a Piqué, én nem tudom, hogy mi járhat a fejébe. Azt nem vagy... tudom. Barcelonában vagy. Barcelonában élsz. Örökké, amíg tudsz járni és fotbalozni, addig te a pályán leszel a Barcelona színeibe. Igen. Melyik klubot vette meg a... Mindegy, vett már egy foci csapatot. Van egy saját foci csapata is. Igen. Igen, most nem fog eszembe jutni, melyik Gibraltár, vagy valamelyik ilyen kisebb foci csapatot vett alsóbb ligákba. Onnan is jön a pénz. Jön a Barcától is a pénz. Sztár vagy, megbecsült ember Spanyolországban. Van egy nőd, és ennek ellenére megcsalod. Hát sajnos ugye nem kevés ilyen van a világban. Ahol mi, mint pornép úgy látjuk, hogy hát ez az élet, hogyha én élném ezt az életet, akkor én mindent jobban csinálnék. De én már nem vagyok tisztában vele, hogy milyen fajta felhozata kecsegtet neki minden nap. Jó, az is igaz, hogy megnéztem ezután a Shakirának az Instagram oldalát. Tényleg én tisztelem Shakirát, nem akarom bántani, de azért az ő social médiás aktivitása is érdekes. Tehát amilyen videókat feltölt. Nézd majd meg, hogyha van egy pár percet. Nézem, követem. És lájkol, és kommenteled. Két naponta egyszer legalább, pedig meg, rá is keres, és meg is nézem. Én nem tudom, mire gondolsz. Nekem néha azért fura, furák azok a videók, amiket így feltölt. Nagyon jó. Csaj. Azt mondod, hogy bármit feltölthet. Azt mondod, hogy akire elkényelmesedett kicsit a kapcsolatban? Arra fogod ezt az egészet te? Jó, itt hozzá kell tenni, hogy a Piqué-nek a social médiás aktivitás is érdekes, így mindenképpen így nézi. Háttérben mindig valamilyen focipálya. Ugye ezt nem tudom, neked mondtam-e már, de amikor én Los Angelesben éltem, mondtam ezt már. Szerintem mondtad, de elmesélted a nézőinknek. Volt egy, hát akkor egy lány, akivel hát jártunk, ismerkedtünk, és ő mondta, hogy ugye a Real Madrid, meg a Barcelona, Manchester United, ezek a csapatok gyakran a nyári táboraikat Los Angelesbe teszik. Miért? Hát mert ez egy extra város, sokszor egyébként a UCLA-n szoktak edzeni. És én is sokszor ott voltam, láttam is, ezeket nagy buszokkal jönnek, emberek szokták ott követni őket. Mindegy. És nekem az a barátnőm olyan körökben mozgott ott Los Angelesben, hogy hát ismert celebeket, ismert magasabban nevezett populáris személyeket, és ő mondta, hogy hát amikor a Piqué az itt van, és ez, akkor, ez évekkel ezelőtt, ez 5 évvel ezelőtt volt, és amikor a Piqué-ek itt szoktak lenni, akkor a Piqué az csalja a Shakirát. És ez így nagyjából ott a Los Angeles-i körökben ez köztudott. Én megmondom ezt, hogy ez kamu, nem hiszem el, aztán hát látod, hogy mégsem volt kamu. Valamit tudott az a csaj. És nem becsültem meg, látod. Azt nem tudom, hogy van egy Shakira kaliberű nőd. Nem is nőd, feleségen. Felesége amúgy? Gyerekének az anyja. Gyerekének az van, anyja. Két gyerekük van. Shakira, szerintem 10-ből 9,9 férfi.
két kezét összerakná, hogy hozzáérhessen a bőréhez. És ezek után ő elmegy Los Angelesbe, és 18-19 éves kislányokat vadászgat. Igen. Hát látod, mindig van ez, ahogy van ez a mondás, hogy minden jó nőhöz tartozik egy csávó, aki már nem élvezi a szexet vele. Hát ja, hát ők szétmennek. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a Shakirával. Gondolom visszamegy az exéhez. Gondolom Pete Davidson. Mint a J-Lo. Gondolom Pete Davidson rámegy. Kidobja a Kim K-t. Megunta. Istenem. Ja. Mi lesz Pikével? Oda is lesz jelentkező azért, maradjunk annyiba. Gondolom megy elébe. Zivaj, Linda! Jövő héten már posztolgat Barcelonából. Ja, eltérve a popkulturális eseményektől a világban, Justin Biebertől a BSV-ig, az egy olyan cikket láttam, olvastam, amire igenis felkaptam a fejem, mert ugye néha hallani ilyeneket, ugye jó hírek a betegséget gyógyításában, vagy mit tudom én, viszont ez egy olyan volt, amit igazából nagyon sokan megosztottak, és eléggé valamiért ez jobban felett kapva, mint a többi, ugye a ráknak a meggyógyításáról, hogy volt egy kutatás, amiben igazából teszteltek egy gyógymódot, és 18-ból 18 ember meggyógyult, azt hiszem a vakbél, vagy nem vakbél, vastagbél rákból. 18-ból 18. Most nyilván az nem volt megjelölve, hogy milyen stádiumú volt, tehát műtét előtt, műtét után, tehát hogyan történt a meggyógyulás, valamint a 18 azért... Az nem olyan sok. Hát az nem nagy szám, viszont az, hogy 18-18 az érdekes, és mondom ezt főleg, hogy nagyon sok feljebb jegyzett ember ezt megosztotta. Ez kicsit bizalmat teremtett belém, hogy lehet, hogy ez a végén még lesz ellenszer erre a betegségre. Igen, azért ez már érett szerintem, hogy ezt megtaláljuk, mert rengetegen dolgoznak ezen a világon, és... Én szerintem ez a gyógymód, ez ország, legalábbis én csak reménykedni tudok, hogy ez hatásos lesz, és mindenki, akinek ez szükséges, az meg fogja kapni. Ami érdekes, hogy Putyin ugye ország rákos, és pont akkor jön ez ki, amikor Putyinnak is szükség van egy gyógymódra. Nyilván nincs összefüggés, de azért érdekes, és alakulnak a világ dolgai. Jó, és... nyilván azért még ne könyveljük el, hogy ez egy gyógymód a rákra, meg van a ráknak a gyógymódja, mert azért nagyon messze van ettől még a világ. De azért ilyen nem jött ki. Tehát ilyet azért nem láttál, hogy jó, hébe-hóba biztos volt olyan, amit meg tudtak gyógyítani, de hogy egy komolyabb kutatás azért, jó, ezt még lehet, hogy komolyabbnak nem lehet nevezni 18 embernél, de így, hogy ennyi helyen megosztották, minden komolyabb újság megosztotta azért. Uh-huh. Az valószínűleg hatásos lesz. Ja. Jó lenne. Ugye a kérdés, ez felvett pár kérdést így, hogyha előre haladunk és elbízunk magunkat azért. Gondolná így az ember, hogyha mindenkinek ezt meg tudják oldani, akkor azért senki nem fog meghalni a végén. És örökké fogunk élni? Szerintem ettől még sajnos messze vagyunk. Sajnos? Sajnos lenne ez, hogy örökké, azért jól lenne, hogy örökké élünk. Hát, attól függ kinek. Milyen életszínvonalat. Igen. Na, de térünk vissza a rákra. De szerintem alapvetően az emberiségnek közös célja az, hogy az ember életeket megmentsék, és olyan hosszú ideig egészségesen tudják tartani, ameddig csak lehet. Nem? Az orvostudománynak ez a lényeg? Orvostudománynak ez a célja, de a világ, ahogy a világ működik, annak meg nem látom, hogy ez lenne a célja, hogy az ember életeket megmentse, mert lehetne arra fordítani a pénzt, hogy Afrikában, Ázsiában ne éhezzenek, ne haljanak, gyerekek éhen, szomjan folyamatosan,
Tehát, hogy oké, van a rák, mint nagyobb probléma, de ezen kívül is rengeteg ember életet meg lehetne menteni másképp. És ha azt annyira akarnánk, hogy azok az emberek életben maradjanak, akkor azt meg tudnánk oldani. Azt mondod? A modern civilizációnak a legnagyobb kihívása tényleg a rák, és az, hogy azt abban halnak meg a legtöbben. Kérdés, hogy ugye a modern civilizációknál van a pénz, akkor azt mondod, hogy ők mire akarják költeni? Azt mondod, hogy igazából ez, hogy meggyógyítják a rákosokat, ez annyira nem érdeke így a felső 1%-nak? De hát pont ez az, hogy a felső 1%-nak célja ez, ahol a pénz van. És nyilván ők maguknak akarnak jót. Hát de nem csak ők rákosak. Hát de... Minden ember rákos. Vagy csak ők kapják meg? Na ez a következő nagy kérdés, hogy ki fogja utána megkapni, meg mennyibe fog ez kerülni. Mert az elején biztosan olyan lesz az ára, hogy csak az engedheti meg magának, aki felső 1%. Hát, hogy igen, ahogy például az écnél is van, az is milyen unalmas lett, mi? Régen milyen jó kis betegség volt, most meg már az, meg beszedsz egy-két tablettát, aztán el vagy vele életed végéig. Fölö, hát, Charlie Sheen. De nyilván ezek a tabletták is horribilis összegér lehetnek. Valószínűleg a rák ellenszer is ilyen lesz az elején. Aztán meg idővel már lesz, mint egy influenza, hogy kezelni tudjuk egyből. Igen, és szerintem előbb-utóbb nyilván ettől még nagyon messze vagyunk, de erre halad a világ. És lehet, hogy a mi életünkben azt már nem fogjuk meglátni, de lesz egy generáció, aki ezt meg fogja látni, hogy mindenre lesz valami. És akkor utána mi lesz? Hogy lesz hely az embereknek? Tehát, hogy mindenki életben marad, akinek ilyen komolyabb betegsége lesz, és hogy lesznek akkor a kórházak? Tehát, hogy ott fekszenek bent az emberek, azok is nyilván... Tehát, hogy fog állni utána összeállni a gazdaság? Mert hát igazából itt már az lesz, hogy nem lesz itt nagyon... Itt mindenki otthon fekszik egy szemüveggel a fején, és a virtuális valóságban éli az életét, és nem is kell aggódni, hogy a rendes teste hogy van. Mert azt a gépek, meg minden más... Mindkét karjába nyomják bele valamelyik gyógyszert. Igen. Remélem, nem jutunk idáig azért. Hát mi nem fogunk, de most gondolj be, az meg 2000 éves, most nem is tudom, most mióta van emberi lény, mióta kezdett el fejlődni az emberi lény a többi állathoz képest? Most már azt mondják, hogy 50-60 ezer éve. Akkor 50-60 ezer éve. A világ 14 milliárd éves. Most tegyük fel... Biztosan annyi? Volt már egy rész, amikor... Tegyük fel, hogy a következő 2000 év alatt milyen fejlődés lesz, hogyha már csak az előző százat nézzük. Statisztikailag egy aszteroida úgyis jönni fog. Már rég volt aszteroida becsapódás. Nem tudjuk elképzelni szerintem, hogy milyen fejlődések lesznek, és milyen kontroll lesz az egész univerzum felett. Tehát nem az, hogy most itt fogjuk... Ezt most komolyan így gondolom. Ezt most komolyan így gondolom, ez komolyan, nem szavak. Komolyan így gondolom, hogy hát az csak most exponenciálisan nő ez, ugye? Az mondod, hogy amit jelent neked. Tehát, hogy nem az, hogy egyenletesen nő, hanem ahogy látjuk, az elmúlt 1900 év alatt mennyit fejlődött, meg az elmúlt 150 év alatt. Tehát nem az van, hogy folyamatosan így nőtt, hanem így ez a fajta növekedés. Zsupsz fel! És gondolj bele, hogy most oké, előre mi nem akarunk így 54-nél előrébb gondolni, vagy 100-zel, mert annyi az életünk, hogy előre gondolsz 1000-2000-10000 évet, el sem tudod képzelni, hogy mikre lesz képes az emberiség. És szerintem ez már olyan lesz, hogy az univerzumot fogjuk tudni kontrollálni. Fú. Viszont mi nekünk nem kell ezzel foglalkozni, van BSV, tankcsoda, meg Justin Bieber. Nekünk ezek a problémáink. Meg Shakira szakítás. Én azt gondolom, hogy ha ez a gyógymód, ez az embereknek elérhető lesz, akkor tényleg meg fog változni teljesen mindenhez, minden dologhoz a hozzáállásunk, mert
akkor életben tudunk maradni, bármi van. Jó, azért van azért más betegség, meg más halálozási mód. Jó, de most már minden egyre biztonságos. Most lesznek önvezető autók, repülők egyre biztonságosabb. Most miben halnak még meg az emberek? Ami olyan, hogy betegségek, balesetek. Most már a kórházak is fejlődnek. Magyarországon nem. De mindenhol máshol, már elég komoly felszereltségűek. Egyre több helyen van kórház. Talán már nem lesz mi bántson minket. Csak az UFO-k. És a túlnépesedés problémája fog felmerülni, azt mondod? Azt szerintem már most felmerült amúgy. Szerintem most túl sok ember van a Földön. Azt gondolod? Aha. Pozor, olyan videókat látok, hogy Rihanna hasonlás láttak a klubba. És akkor van egy videó, a csajról full úgy néz ki, mint Rihanna. Nem Nagy Levente Ákos. Rihanna! De ez köztudott dolog, hogy elvileg mindenkinek vagy hasonlása a világon. Na ezt meséld akkor el, hogy ez miért köztudott dolog ez. Nem hallottam ezt? Azt hittem, hogy a köztudott dolog az, hogy mindenki más és egyedi, és mindenkinek mások az arcvonásai. Nem, mert van egy ilyen teória. Van egy ilyen teória, hogy... Az azért más, mint az, hogy minden... Ez köztudott. Hát ezt így beszélnek erről emberek, úgy értem, hogy köztudott. Tehát, hogy van egy ilyen feltételezés, hogy mindenkinek van egy hasonlása. Neked ki lehet? Yao Ming! Nem, Adam Scott, nekem azt mondják. Tényleg? Mutatom. Maroon 5-ból? Nem. Ja, az Adam Levine. Mert azt szerinted úgy nézek ki? Köszi! Nem, már mondtad ezt. Na? Egy nagyon picit talán. Jó, rossz kép az Edemről. Nem. Sokkal nagyobb a homloka, másmilyen a szeme. Jó. Ezért jó. Mondom, hogy szerintem nincs ilyen. Szerintem mindenki egyedi. Kivéve most, mert már túl sok ember, úgyhogy már nincs más opció, úgyhogy ugyanolyanokat kell kezdeni a gyártani, jó Istennek. Ezért már Rihannából is több van. Ja. Viszont egy ember van, akiből nem lehet többet csinálni, az pedig Rafael Nadal. Fú, de szép átvezetés volt ez. És egyet kell, hogy értsek. Profi podcaster. Egyet kell, hogy értsek veled, mivel Rafael Nadal megismételhetetlen. 22 Grand Slam, fél lábbal megnyerte a Roland Garrost. Ezt mondd el, hogy ez pontosan mit jelent, hogy fél lábbal, mert ezt nem tudtam, hogy neki van valami baja. Tehát ő az előző versenyen is, amikor kikapott Shapovaloftól, igen. Akkor nyilatkozta, hogy hát ő már egy olyan sportoló, akinek el kell fogadni, hogy fájdalommal él. Tehát nem az van, hogy ő sérült, hanem hogy fájdalommal játszik, fájdalommal él. Aha. És ezzel nincs mit tenni. És hát a Roland Garros végére is ez kijött rajta, szét volt injekciózva a lába, konkrétan azt mondta, hogy nem is érezte a lábát, és úgy nyerte meg a döntőt. Tehát van valami konkrét sérülése, vagy csak a hát, öreg korral jár? Szerintem voltak sérülései, abból nem tudott teljesen kijönni, ott maradt, tehát, visszajön. Tehát amire Roger Federer nem képes, arra Rafael képes. Kimondhatjuk, igen. Kimondhatjuk. Mert a Roger Federer ugye nem indul el ilyen szarokon, mint Roland Garros. És most már a Wimbledonon se fog. Nem? Az is kijött már? Karrierje során először nem lesz ott. De miért? Mert sérülés miatt. Sérült, nem tudja felépíteni magát addigra. És nem indul el. És majd ősszel, vagy valamikor elvileg egy svájci tornára kiáll. Ami egy ilyen ominózus tornája, mert azt hiszem a szülővárosában van, vagy valahogy így, ott közel van hozzá. Ez egy fontos torna számára, arra valószínűleg összerakja magát, de hát igen, Nadal megnyerte, és elég simán. A legnagyobb meccse talán a Djokovic ellen volt. Ami nagy ugye szerencséje. 3-1 le. Igen. Nagy szerencséje volt egyébként a Zverev ellen. Jó, hát ezt szerencsének lehet nevezni a Nadal oldaláról, de a Zverev oldaláról nyilván nem, mert megsérült.
és hát a szorosabb lett volna. De döntő az már sima volt a Rúd ellen. Ugye most a kérdés az, hogy hogy lesz, hogyan tovább? Most Nadal soha nem lesz megverhető az életében? Mert most már azért nem mai gyerek a Nadal, és hát ahogy látjuk, nem igen van, aki letaszítja a trónról. Most jön a következő verseny, a Füvön, Wimbledon, nem lesznek oroszok. Nem biztos, hogy elindul amúgy. Most ugye a lába miatt. Nem biztos, hogy elindul? Igen. Hát nem, még nem 100%, hogy elindul. Egy-két héten belül szerintem ezt megtudjuk. Lehet, hogy már jövő héten jön valami nyilatkozat, mert azért 3 hét múlva talán már kezdődik is. Igen? Aha, július elején szerintem. De július. Aha, ilyenkor ez gyors. Most van egy-két-három verseny Füvön, aztán meg egyből kezdődik a Wimbledon. Hát kíváncsi leszek, ugye azt tudni kell, hogy az én kedvencem Medvedev. Ő nem lesz ott. Salakon ugye, hát az ő maga is belátja, hogy ott azt egyelőre még nincs ott, hogy azokat hozni tudja. Itt meg nem is lesz ott, ugye, mert orosz, szegény. Szegény ember Oroszországban nőtt föl. Nem lesznek fehér oroszok, nem lesznek oroszok. És ami nagy portkavar, hogy az ATP tenisz szövetség, nem is, meg a WTA nem ad ezért a versenyért pontokat a világranglistán. Melyikért? A Wimbledonért. Emiatt, hogy nem lesznek oroszok, meg fehér oroszok, így nem fognak pontot kapni a játékosok, és valami olyasmi is volt, hogy lehet, hogy valami perre mennek a játékosok, hogy nem kapnak ezért pontot, mondom, pénzt nyilván igen, kapni fognak, de lehet, hogy ennek még lesz következménye. Hát ugye ilyeneknél, hogy aki megnyeri, az nem igen számít már, csak hát gondolom a kisebb, az ilyen, mondjuk a top százasoknál, akiknél pont az, hogy kicsit lépéges fel a ranglistán, azoknak gáz ez, nem? Ja persze, igen. Mint például Mackie McDonald. A barátod. Igen. Na, hát Djokovicnak ez egy nagy esély, hogy felzárkózzon. Sok kihívója szerintem nem lesz. Ha Nadal nem lesz főleg. Van egy-két játékos, aki... Hát Zverev mindig ott lesz. Zverev sérült. Elszakadt minden szalag a bokájába. Ja, igen, mennyire megsérült. Aha, most műtötték. Tegnap ölt. Hát Zverev se lesz, Medve se lesz. Rublev se lesz. Igen, Rublev, de... Most kiről beszél? Nadal is lehet, Murray nem igen jó. Murray most jó, most újra. Füvön ő nagyon jó, most nyereget. Ott van most elődöntőbe. Hát még van, akivel tavaly játszott a döntőt, a Djokovic, az nem tudom, emlékszel, az olasz csávó, a Berrettini. Igen, Berrettini is emlékszem, bár nem tartom annyira jó teniszestek. Füvön ő jó. Aha. Hát ez ennyi igazán. Cicipász. Nem rossz a Cici. Bár ő is inkább salakon, ez is meglepődtem, hogy hogy kapott ilyen simán ki. Ő is 3-0-ra kikapott. A Nadától, vagy a Djokovictól? Nem. Szerintem 3-1-re kapott ki, és attól a fiatal gyerektől kapott ki a Höger. Auger? Nem, egy ilyen feltörekvő dán fiatal. Rune. Igen? Aha, Rune-tól. Nem is ismerem. Utána meg a Rune-t megverte a... A Rúd, és úgy lett a döntőbe a Rúd. Mindegy, kíváncsian várom. Kire akar le a voksid akkor? Gyokó? Hát valakire rakjuk le, ja. Hát, Gyokó, ezt meg kéne, hogy nyerje. Én is Gyokónak szurkolok, viszont... Nem akarom, az túlságosan közhely most rárakjam, én inkább a közére adom. A Sapo. Ő is jó füvön, igen. Hát én akkor bemondom Fucsovics Mártont. Egyébként jó, ő is füvön, csak most megsérült ő is, annyi a gond. De akkor ja, akkor ne rakjuk Djokovicra, mert egyébként Djokovics nem tűnik idén verhetetlennek, szóval lehet, hogy valaki elkapja. Úgyhogy én így a Sapovalov. Én meg azt mondom akkor, hogy Berrettini megnyeri. Opa, na jó van. Akkor ezt megbeszéljük a Wimbledon után. Igen.
Jó van, akkor szerintem nagyjából átbeszéltük azokat, amiket Igen. terveztünk mára. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és várunk titeket a következő adásban, ami a 25. lesz, és azzal jövő héten érkezünk valószínűleg így a döntő mámorában fogjuk csinálni a részeket, amennyire lesz ideje Gyuri barátunknak, és akkor meglátjuk majd, hogy milyen témákkal érkezünk. Addig is ne felejtsétek el feliratkozni, kommentelni, lájkolni. Vagy hogyha nem, akkor nem. Az is elég, hogyha néztek minket, de azért jó lenne. Köszönjük, hogy itt voltatok! Ciao. Sziasztok!